Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, arra tekintettel, hogy Fazekas miniszter úr nincs itt személyesen, ezért megkímélem most önt attól, hogy elmondjam lesújtó véleményemet a termőföld privatizációról, és elmondjam azt, hogy mekkora gazembersenynek tartom. Így aztán a felszólalás interpelláció témájában leginkább arra lennék kíváncsi, hogy azon ígéretük, amelyben a egészet felvezették, hogy az egész folyamat átlátható lesz, megismerhetőek lesznek az adatok, ez mikor valósul meg. Nyilvánvalóan az interpelláció tartalmától nem kívánok eltérni, tehát mint a írásban is láttam, leginkább azt szeretném tudni, mikor és hogyan tudhatja meg a magyar társadalom, a magyar gazdatársadalom, hogy kik vásárolnak földet és milyen feltételekkel. Több liciten ott voltam személyesen, több esetben kellett személyesen tapasztalnom azt, hogy egy tárcsaszámot mondanak be, hogy ki lett a nyertes. Nem tudjuk azt, hogy kik vásárolják meg a magyar földet, pedig ez egy minimum elvárás lenne az állami földek értékesítése során. Nyilvánvalóan a földfogalmi törvény alapján tisztában vagyunk azzal, hogy majd egyszer kifüggesztésre kerül, de viszont nem járhatja végig a magyar társadalom a 3200 települést annak érdekében, hogy megtudja azt, hogy kik vásároltak. Talán elvárható lenne az NFA-tól, hogy az ezzel kapcsolatos információkat megossza a magyar társadalommal. Tisztelettel érdeklődöm, államtitkár úr, mikor lehet erre számítani, mikor tudják meg a magyar emberek, hogy kik vásárolnak jelen pillanatban földeket. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Nagy István államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársam. Ön szerint egy olyan országban, ahol a közhiteles ingatlan nyilvántartás adatai bárki számára hozzáférhetőek, az állami rezsicsökkentésnek köszönhetően hamarosan, ingyenesen is, hogy lehetne eltitkolni egy ingatlan tulajdonosát? Álláspontom szerint, és remélem ön is egyetért velem, ez nem lehetséges. Az a személy, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, még egyáltalán nem biztos, hogy az elárverezett föld tulajdonosává is válik. Közel 2 éve hatályos új földforgalmi törvény alapján minden adásvételi szerződést kötelezően 60 napra ki kell függeszteni nyilvánosan. És ezen 60 nap alatt bármely elővásárlásra jogosult bejelentheti a vételi igényét. Az állami földek árverezése során az elővásárlásra jogosultak is kaphatnak kedvezményes hitelt, tehát nem kerülhetnek hátrányba. Képviselő úr, az árverési nyertesek nevére kíváncsi. Ha esetleg egy árverési vevő a licit után visszalép, és helyébe a második legjobb ajánlatot tevő lép, akkor ön akkor is kihirdeti az eredeti nyertest új földtulajdonosnak? Ha az árverést követően a 60 napos kifüggesztési időszak alatt bármely elővásárlásra jogosult él ezen jogával, és a nyertes licitáló helyébe lép, az ön számára akkor is az árverés nyertese lesz a föld új tulajdonosa? Bízom abban, hogy a feltett kérdéseket kicsit megvilágították az ön számára is azt a rendszert, amelyel a valódi földműves gazdák szerencsére régebben tisztában vannak, és pontosan tudják, hogy aki az árverésen a legmagasabb árajánlatot teszi, az még egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen a föld tulajdonosává is válhat. Mivel az árverések nyilvánosak, és minden földművesnek azonos részvételi esélyeket kínálnak, ajánlom képviselő úrnak, hogy ne csak a trágyát borítsa le az árverési helyszínek elé, hanem arra biztatom, hogy emelkedjen föl... Elnézést, képviselő úr, megvágom a Gögös képviselő úr. Gögös képviselő úr, köszönöm szépen. Tessék, hallgatom, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársam, ön is földműves. Ön is kaphat több ezer más földműves példáját követve kedvezményes hitelt, és a korábban az államtól megszerezni kívánt, mint egy 2300 hektár föld egy részére akár ön is licitálhat. A licit során pedig megismerkedhet részletesen a vonatkozó jogszabályokkal. Tisztelt képviselő úr, október közepe óta senki nem jutott tehát állami föld tulajdonjogához, hiszen az árverések november 16-án kezdődtek, de még azokon senki nem szerzett tulajdonjogot. Sőt, várhatóan az idei évben, tekintettel a jogszabályi előírásokra, senki nem is fog tulajdon szerezni, hiszen a tulajdonjog annak ingatlan nyilvántartási bejegyzésével keletkezik. Megnyugtatom tehát képviselő urat, hogy a tényleges tulajdonosok névsorát mind az NFA honlapjáról, mind a közhiteles ingatlan nyilvántartásból ön is és bárki más is megismerheti, hiszen ez alanyi joga. Az NFA egyetlen egy forintot sem kapott, és így nem is költött informatikai fejlesztésre. Azt, hogy volt egy ilyen javaslat, és ezt önök kézténként nyilvánosságra hozták, még nem jelenti azt, hogy ez igaz is lenne. Ugyanígy valótlan állítás, hogy
november 24-i győri árverésen külföldi állampolgár vásárolt volna meg egy 88 hektáros ingatlant, hiszen őt Meixner Pálnak hívják, magyar állampolgár. Az árverésre hirdetett földek mintegy 60%-a elkelt, és a legtöbb érdemi árverseny követően kelt el licit alapján. Az MFB kedvezményes hitelkeretéből alig két hét árverési hét alatt 120 milliárd forintos hiteligérvény kikeletkezett, tehát ez is a program sikerét mutatja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem válaszom elfogadását, képviselőtársam. Köszönöm, Nagy István államtitkár úr. Megkérdezem, Sallai Erk Benedek képviselő urat elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkárunknak bizonyára az a tény is ismert, hogy a elővásárlási joggal való élés megközelítőleg a földvásárlások esetében mondjuk 1%-ban fog megvalósulni, és nem véletlenül a kérdést nem azt tettem fel, a kérdés, hogy kik a tulajdonosai, hanem az, hogy kik a licit nyertesei. Az, hogy közpénz van-e benne, és beletette 1,3 milliárdot vagy sem, azért ne felejtsük el, hogy 2,5 milliárdból gazdálkodik ezen a fa, tehát ennyiből esetleg, hogyha volt informatikai rendszere arra, hogy mindent kigyűjtsön földhaszonbélettel kapcsolatban, akkor a pillanatnyi állásáról, a licitálókról igenis lehetne véleményem szerint egyértelműen álláspontja. A legfontosabb probléma ezzel nyilvánvalóan az, hogy önök azt mondják, hogy ezt sikerként könyvelhetik el, mikor azt mondja, hogy 60% talált gazdát. Önök idáig azt állították, hogy akkora földéség, hogy majd a kisgazdálkodók megalmozzák önöket. Ehhez képest pár száz emberről beszélünk, akik megtehetik. Azt is mondja, hogy én is vehetnék. Nem. A legtöbb kis és, magyar, vagy kis és közepes gazdálkodó, családi gazdálkodó nem teheti meg, mert nem tud élni ezzel a lehetőséggel, mert pénzügyileg nincs olyan háttere, amit ezt megtehetné. Tehát ebből adódóan ezt a választ elfogadni nem lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát a képviselő a választ nem fogadta el. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 103 igen szavazattal 30 ellenében elfogadta.